brother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Szevasztok, Mr. Soul vagyok, és újabb nyereményjáték bejelentés következik. És hogy ne törjem meg a sorrendet, ezért a vakációs nyereményjáték 2 címen fog futni. Hát a szponzor az e-box kölcsön adott, hát kölcsön, hát hogy is mondjam, hát adott egy egeret, hogy sorsoljam ki az emberkék közt, mivel van egy egér, vannak ők, vagytok ti, és akkor hozzuk össze ezt a kettőt. Na, értitek. És akkor gondoltam, hogy akkor a nyereményjátékot akkor meg is csinálom, és akkor rögtön ezzel fogom kezdeni. No, ez az egér, mint láthatjátok, a Logitech Wireless Mouse M325-ös limitált kiadása. Hát itt nézegettem az összes szín, de nincsen közte. Majd láttatok a dobozról egy kis videót, azt is fölvettem, vagyis fölveszem, és akkor meg látjátok, hogy milyen. De hát itt az egér, itt van minden leírva róla. Nem bluetooth-os, hanem wifi-s, ha jól olvastam. 18 hónapig bírja az aksia, illetve az eleme. Nagyon jól néz ki, neten nézegettem videókat róla, kényelmes. Hát kibontani nem bontottam ki, de így a dobozon keresztül, ugye műanyag dobozon keresztül egész jó a fogása. Szóval egész pofás kis egér. Mit is mondjak még róla? Jól néz ki, pontos. Van ez a Uni, mindjárt elolvasom mi. Unifying-os kis USB-s tudsz, amit ha bedugsz, akkor nem csak az egeret tudod vele fogni, hanem ha mondjuk van egy ugyanúgy wifi-s billentyűzeted, fülhallgatód, szóval elég ezt az egyet bedugni, és mindent, ami wifi-s ilyen cuccod, lehet vele használni. Szóval tök jó. És ugye wifi-s elmehetsz vele messzire, azt játszhatsz. Ugye jól mondom? Aha. Mindjárt. Csak itt olvasgatom. Ja, sehol nincs írva rá, hogy Bluetooth. Ránézegettem neten, ott is írták, hogy nem Bluetooth-os. Szóval valami wifi. Itt van a szoftver hozzá, amivel be lehet állítani, hogy miket fogjon, miket érzékeljen. És tök jó, nézzük, itt vannak műszaki jellemzők. 3 éves garancia. Ugye ez van a csomagban. Itt van még kép, de majd látjátok a videót róla. Kényelmes ívelt forma. Na, mondom én. Tessék, nagyszerű. Szóval ilyen még nekem is kell. Na, de én nem fogom elvenni előletek, ez a tiétek. Na, szóval, hogy mi is a teendő érte, azt mondom. Mindjárt. Jó. Szóval újra az e-box oldalán járunk. Gondolom már jártatok fönt, és láttátok a dolgokat. Meg a weboldalt is gondolom nézegettétek, ami hamarosan megújul valakinek köszönhetően. Szóval az első feladat az, hogy mindenki szépen lájkolja ezt az e-box oldalát, ugye a szponzorét, hát ők adják
az egeret, jó, hogy őket kell lájkolni, és nyugodtan gyertek be a boltba, nézzetek szét, vagy nézzetek szét a webshopon, és rendeljetek valami jó kis cuccot, mert olcsó és jó. No, a követelmény az egérhez az annyi, hogy legyen meg 500 a lájkoló, hisz nem egy 10 forintos egér. Tényleg egy nagyon jó kis egérke. És akkor, ha 500 like megvan, akkor még várok mondjuk egy hetet. Igen, 500 like után várok egy hetet, és onnantól attól függ, hogy mennyi like gyűlik még össze, a második és a harmadik helyzet pedig kapni fog egy játékot. Nem tudom, hogy az Arma 3 Alpha Light az meddig használható még föl, de valószínűleg az lesz az egyik, a második vagy a harmadik helyezetté, és a harmadik pedig a romtotávor lesz. Nem tudom, hogy mennyi like után, az jelenti, hogy legyen meg az 500, onnantól egy hét, és akkor kisorsolom a jelentkezők közt. Azt, hogy kik jelentkeztek, vagy kik lájkolták az oldalt, azt ott fogom összegyűjteni az én Facebook oldalamon. Így itt. Kiteszek egy posztot, vagyis hozzászólást, és az alá kell szépen írni, hogy lájkoltam az oldalt, és ugye ugyanazzal a felhasználóval kell itt írni, hogy lájkoltam az oldalt, és akkor ott látszik a nevetek. Jó, és akkor azok közül fogok kisorsolni. Hát 500 ember, az úgy még 350 új ember, szóval kb. 350 hozzászólás, az úgy jó mókás lesz. És mint mondtam, minél többen jelentkeztek, annál több nyertes lesz. Ha mondjuk, nem tudom, hogy hirtelen mondok, mert ha elérik az 1000 lájkot, ami már nagyobb acska szám, akkor mondjuk az LMV-nek és az egyik részét kiadom a másodiknak mondjuk. Hát ez majd szépen alakul, hogy ki hanyadik és ki melyiket kapja. Ha mondjuk elérjük a 2000 lájkot, vagy 2500-at, akkor a másik LMV-ket, a Collector's Edition-t is odaadom. Szóval, hajrá! Nem időhöz kötöm. Na jó, hát 2500 like nem tudom, hogy lesz meg. Majd meglátjuk, hogyha 500 like meg lesz, akkor egy hét az az idő, amíg még lehet lájkogatni és lehet jelentkezni. Ha mondjuk 980 lesz, akkor még hagyok egy vagy két napot, hogy meglegyen az 1000, és akkor kapjátok a következő játékot. Szóval azért nem vagyok annyira szigorú. No. Ennyi lenne ez a kis videó. Bevágom szépen ide az egérről a videót. No, íme, itt láthatjátok az egeret. A Logitech M325-ös vezeték nélküli egér. És tök jól néz ki. Itt van hozzá a kis USB-be halló cucc. Ahogy itt olvastam neten, majd meg is látjátok. Bármilyen eszközt, vagyis gondolom Logitech eszközt rá lehet csatlakoztatni. Szóval egész jó. Még a végén nekem is kell egy. Itt azt írják, hogy 18 hónapos. 18 hónapig bírja az aksia, ami egész pofás. Tényleg nem kell figyelni az elemekre. Nagyon érzékeny, vagyis hogy pontosan lehet vele egerezni. De azt hiszem magyarul is van írva valamennyi róla.
Itt van szépen a hátulja. A vakú az direkt van bekapcsolva, így nincsen akkora visszatükröződés. Itt a magyar amúgy. Szóval van benne elem, 3 év gyártói garancia, amit ugye a nálunk, vagy nem nálunk, hanem segítenek, vagy segítek majd benne, hogy hogyan kell, ha valami gond lenne vele, de biztosan nem lesz semmi gond vele, hisz egy nagyon jó egér. Na, megmutatom még egyszer. Ez az egér. Nem rossz. Na, vissza is a géphez. Na szóval, ezt az egeret láthattátok. Remélem tetszik, és remélem meg akarjátok nyerni. És amint mondtam, a követelményeket és a lehetőségeket használjátok ki. Hisz megéri. Mr. Szó voltam, és ez itt az eBooks PC által szponzorált nyereményjáték volt. Szevasztok!